Tapsal fogadták a főorvost a diákok, akik ismerik őt, és akár már hallhatták drogprevenciós előadását máshol is. Humorral, közvetlen stílusban beszél a kamaszoknak, nem csak drogról. Nagyon örülünk annak, hogy egy ilyen nagy nevű és ismert szakember, mint dr. Zahel Gábor ellátogat itt az iskolánkba és előadást tartani, és rendkívül fontosnak tartom azt, hogy a diákok szembesüljenek azokkal a veszélyekkel, amelyekkel a drogok keretében találkozunk, ugyanis nem gondolom azt, hogy mindenki tisztában van ezeknek a szereknek a rendkívüli veszélyével, és ezért lenne fontos az, hogy szakember is tanácsokat adjon, illetve információkat osszon meg a diákokkal. Meghatározó, ki milyen nevelést kap, és hogy milyen mintákat nyújtanak a szülők. Mindenki cipel valamit a láthatatlan puttonyában, és abban kell lenni olyan tulajdonságoknak, magatartásformáknak, ami segít nemet mondani a drogra, mondta a doktor, aki azt hangsúlyozta, a gyerekekkel, a kamaszokkal elsősorban otthon a családnak kell törődnie. A nemmondás tudomány egy tanulható valami, de igazándiból a fajsúlyos nemmondásnak annak nem itt az iskola keretein belül kell majd elhangozni, nem tényleg szombaton hajnali 3-4-2-kor. Hát ez egy egyszerű dolog, és sokkal messzebbre nyúlik, mint arról, hogy gyerekek mondjuk járomra azt, hogy nem. A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete egy sikeres pályázat segítségével szervezte meg az előadást. A felvilágosító rendezvényeket fontosnak tartja az intézmény. Nem csak a nemzeti alaptanterv és a kerettantervek írják elő, hanem az iskoláknak ez valóban fontos pedagógiai feladata. Itt a 21. század fiataljai számára, hogy az egészségneveléssel, az egészségük megőrzésével, a szabadidejük helyes eltöltésével, a rájuk leselkedő veszélyekkel tudjanak szembesülni, tudjanak erről, és ehhez választottunk előadót. A diákok kérdéseit összegyűjtötték, egy dobozba helyezték el, és az előadás után dr. Zahel Gábor válaszolt is azokra.